Pusztavám létrejötte, nem mai keletű dolog. Már római kori emlékekben is gazdag, továbbá határában találhatók az 1146-ban épült vértes szentkereszti vöröskolostor és a csákok által épített Gerencsérvár romjai is. Területén a középkorban három falu volt, egyházasvám, Hondód és Nána. Nána falu nevét először egy 1379-ből származó okirat említi, mint a székesfehérvári prépostság birtokát. Zsigmond király 1437-ben keletkezett egyik rendeletéből pedig azt tudhatjuk, hogy Ondódon, amely már akkor is templomos hely volt, létezett egy királyi vámhely. Erről a hajdani vámhelyről kaphatta a puszta vám nevet a település. A középkorban a környék falvainak urai gyakran váltották egymást, többek között a szentkeresztesi bencéskolostor, a gesztesi földesúr és a csókakői uradalom tulajdonában álltak. A török uralom alatt a települések elnéptelenedtek, 1662-ben, mint lakatlanok, üresek és művelés alatt nem állók említettek. Az újratelepítés 1715 körül kezdődött, ám a betelepülőknek nem volt könnyű dolguk. Szegényesen, nehéz körülmények között élve kellett a török uralom alatt elpusztult földet a természettől visszahódítani. Az érkezők túlnyomó részt magyarországi németek voltak, akik a nyugat-magyarországi Vas, Sopron és Moson megyei otthonaikat cserélték a vértes aljaira, de jöttek magyarok és szlovákok is. A falu birtokosai a 16. században a nádasdiak voltak, a 17. században a kincstár kezébe került, majd 1691-től a Hochburg és a Lamberg család birtokolta. A község 1898-ban vette fel a Pusztavám nevet. Pusztavám békés hely. Itt jól megfér egymás közelében az 1748 és 1760 között Valerianus római kapucinus atya vezetésével, Gróf Auersperg Mária megbízásából a vértes szentkereszti középkori templom köveinek felhasználásával épült páduai Szent Antal plébánia templom és az 1785-ben épült evangélikus templom, aminek harangja Kaspar Mendel győri műhelyében készült 1822-ben. És ugyancsak megvan a helye a település életében az egykori Márkushegyi bánya üzem területén található bányász emlékműnek, Nagy Benedek alkotásának, amely az 1983. június 22-én a bányában történt sújtó légrobbanás áldozatainak állít emléket. Aki pedig a polgári élet emlékeire kíváncsi, felkeresheti az egykori pusztavámi vízimalomból az 1920-as évektől a svájci típusú vadászkastélyok mintájára átalakított Hagenmacher vadászkastélyt, amely a panzióként, üdülőházként és ökoturisztikai központként működik. Pusztavám nem kifejezetten nagy falu, körülbelül 2500-an lakják és szeretik. Aki pedig átutazóban jár arra, annak érdemes megállnia, hogy körülnézzen egy kicsit a vértes és a bakony közti átjáróban, az Általér partján.